üdvözlöm Önöket. Ha valaki kételkedett, hogy a népzene és a néptánc jelen lehet a tükörtelenben, az megnézheti a festményeket, meg az ablaküvegeket, amelyen jelentősen jelen vannak úgy a néptánc, mint a népviselet. Köszönöm szépen a partnereinknek, elsősorban a Marx József Fotoklubnak ezért a szép kiállításért, és utolsó sorban a Lajos Művészet Együttesnek ezért a szép tánc és zene betétért. Úgyhogy én adom is a szót a szakembereknek, köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, és köszönöm nektek, hogy közreműködtetek Attila Gyuszi ápolnászul. Köszönöm szépen, nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit a Múzeumok Éjszakán rendezvény sorozat kezdetén. Én személyesen már a harmadik eseményen vagyok túl, és a harmadik eseményen veszek részt. Nemrég a Maros Művészet Együttes előcsarnokában egy népviselet kiállítás nyitódott meg, amit ma egész nap lehet látogatni. Egész késő estig, egész éjszakáig. Érdemes felmenni a Kövesdombra, és ezt a szép kiállítást is meglátogatni. Meg szeretném én is köszönni Szántó Loránd osztályvezető úrnak, akivel nem először, amióta Loránd ide került a Kultúrpalotába, azóta már rendszeresen együttműködünk, és már hagyománya van akár a fotókiállítás területén is, de akár táncos események területén is. Úgyhogy köszönjük, hogy befogad bennünket, talán Marosvásárhely egy legszebb termében és méltó helyet adva ennek a kiállításnak. Én azt gondolom, hogy a Múzeumok Éjszakája a rendezvény sorozat az az összefogásról szól, és ebben a jelenben született meg a mai fotókiállítás is. Tulajdonképpen több intézmény fog össze, több fotós fog össze, egyesek befogadnak, mások kiállítanak, és az összefogásban ott vannak Önök is, akik eljönnek és ezt a kiállítást megtekintik, megnézik, és miután kimennek innen, kérem, hogy adják hírül a többi ismerőseiknek is, hogy érdemes bejönni a Kultúrpalota tükörtermében és ezt a kiállítást megtekinteni. Az összefogás elében fontos, hogy együttműködjünk. Fontos az, hogy ebben a helyzetben, amikor nem olyan régi bezártságban voltunk, értékeinket felszínre hozzuk, akár fotóban, akár táncban, akár hagyományőrzésben, hagyományokban, és ezen a területen nagyon-nagyon elengedhetetlen az összefogás. Fontos az, hogy nem csak a helyi értékeinkre tegyünk figyelmet, hanem a környezetünkben, a környező megyéknek a hagyományaira, etnikumokra is a fotókat alapján lehet látni, hogy a székely ruha mellett megjelennek a román viseletek, a hétköznapi életről az ünnepnapokig, és ez így jól van, ez így jól van. Ezekkel a fotókkal szépséget, örömöt szeretnénk nyújtani azoknak az embereknek, akik szeretik ezt az életet, szeretik ezeket a pillanatokat. És mi őszintén azt kívánjuk, hogy hamarosan ez az élet, ezek a hagyományok, amik pár évvel ezelőtt kitőttek meg ezeken a fotókon, újra életet kapjanak és újra legyenek rendezvényeink, termeljenek, teljenek meg. Az este egy nagyon szép koncert volt a Kultúrpalotában, teltház volt, és ez így jól van, újra életet kap a kultúra. Azon kívül a hagyományos rendezvényeink falvakon, városokban is jó lenne, hogyha vissza jönnének. Én ennek a kívánásával, hogy hamarosan kezdjük el az életet, erre szükségünk van nekünk, művészeknek szükségünk van nekünk, táncosoknak, de ugyanúgy szükségünk van Önökre is, hogy támogassanak, jöjjenek, nézzük meg az előadásainkat, nézzük meg a kiállításainkat, és akkor át tudjuk gyorsan lépni ezt a küszöböt, amit előnkben felépítettek, vagy felépítettünk, és amit most már át kell elépni. Mindenkinek jó szórakozást. Köszönöm szépen még egyszer a szervezőknek, a Fotoklub elnökének, aki kemény munkát végzett a tegnap is, hogy ez a fotókiállítás megnyíljon. Úgyhogy
mikrofon szorítom, hogy látom a Sörzse Fotóklub elnökét, hogy pár gondolatot is osszon meg itt a jelenlévőkkel. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen barátok vagyunk, köszönöm Attilának, hogy súlyt adnak a fotókiállításainknak. Régebben el sem tudtuk képzelni, hogy a tükörteremű fotókiállítást szervezünk. Egyedere ez, ahogy Attila is említette, megvalósítható, és a Maros Művészeti Test táncosainak, zenészeinek köszönhetően nagyobb súlyt tudunk adni a kiállításainknak. Kiállításunknak a címe, hogy a műsorokhozatban is lehetett olvasni, életérzés, örömút. Ezt nem is kell túlmagyarázni, mert ha a fotókat nézzük, akkor lehet látni életérzéseket, lehet látni örömöt. Ott van a tánc, ott van a népviselet, ott van a szokásaink, és úgy próbáltuk összeválogatni az anyagot, hogy valamilyen szinten tükrözze a kiállítás címét. Ez, hogy mennyire sikerült, ezt hagyjuk önökre, hogy írják, hogy jól döntöttünk, tetszenek-e a fotók. Itt az előcsarnokban, amikor beszélgettünk a kiállítás előtt, elhangzott egy megjegyzés, hogy mi vagyunk a fény a múzeumok éjszakájában. Hát én ennek nagyon örvendenék, hogyha ez tényleg így lenne, és remélem, hogy egy kis fénypontot azért be tudunk lopni a múzeumok éjszakájával rendezvény sorozatnak. Nem is fordom a szót, hanem a kiállítás címére búcsúznék önöktől, hogy életérzés, öröm út, hát a Maros Művészeti Test táncosai szerintem ezt adták nekünk ma, hogy olyan életérzéssel és örömúttal távozzunk, hogy ez megmaradjon velünk legalább a jövő évi múzeumok éjszakája rendezvényi. Én nagyon megköszönöm azoknak, akik ugye szombat délelőtt tették a fáradtságot és eljöttek a rendezvényre. Kívánom, hogy találják meg a programokban mindenki magának a szintetés jót, és várjuk nem a következő múzeumok éjszakáját, mert reméljük, hogy ezen a nyáron a Maros Művészeti Test polgármesteri hivatal ad lehetőséget olyan rangos rendezvényekre, amire büszkék lehetünk, mint marosvásárhelyi lakosok. Úgy gondolok itt a Széthely Fesztiválra, amit folytatni szeretnénk a várban, ott van a Maros Művészegyetesnek egy olyan lehetőség, szabad téren is kint, sokkal nagyobb közönség előtt, mert ugye egy olyan bő év után vagyunk, ahol mindenki éhes mindenre, kultúrára, szépre, jóra, és reméljük, hogy az idén nem tudjuk befotolni, mert azt, ami elmaradt, azt nem tudjuk befotolni, de reméljük, hogy lesznek olyan rendezvények, ami kielégíti a Marosvásárhelyi közönséget. Én még egyszer megköszönöm a Maros Művészeti Test Fotóklub nevében, hogy itt voltak, a kollégáimnak a fotókat, és kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát a rendezvény sorozat ideje alatt. Köszönöm szépen, hogy hallgattak!